Fehér Ferenc, apám citerája. Fehér Ferenc költőre emlékeztek a tiszteletére állított mellszobor előtt Újvidéken. Erdély Lenke a szobor kezdeményező bizottság tagja az író életéről, illetve munkásságáról beszélt, irodalmi jelentőségét méltatta. Sikerült olyan életművet létrehoznia, amely tartósabb a bronznál is, és ellenáll az enyészetnek, a kopásnak, az elmúlásnak. Fehér Ferenc ugye a vajdasági költő volt, aki tulajdonképpen faluról falura járva volt kapcsolatban a magával, a vajdasági magyarsággal is, annak minden rétegével. Egyrészt ez nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy ő volt az első, aki tulajdonképpen az itt lévő Jugoszlávia területén élő és alkotó költőknek a versét lefordította. A költőről elnevezett téren az újvidéki magyar politika és közélet képviselői, valamint Fehér Ferenc tisztelői a költő és műfordító mellszobránál helyezték el a kegyelet virágait. A közjó meg a magyarság érdekében is jelentősége van. Nem csak azért, mert a magyar költészet napját jelöljük ezzel a visszaemlékezéssel, hanem vajdaság számára Fehér Ferenc is nagy irodalmár volt. Az ötödször megkoszorúzott emlékművet a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének kezdeményezésére 2011. január 31-én avatták fel. A tartományi székvárosban Fehér Ferenc mellszobra az első neves magyar személynek állított köztéri szobor.